Köszönöm. Merre tart az Európai Unió? Amikor megkaptam ezt a feladatot, azt mondom, úristen, honnan tudjam, fogalmam sincs. Ez halálkomolyan mondom, ez nem ilyen teátrális antré, mert azért foglalkozom vele, meg olvasok róla, meg kicsit benne is voltam. De igazából ezt nem lehet tudni. Aki azt mondja, hogy tudja, az nem mond igazán. Ezzel együtt azért erről a témáról lehet, meg kell is beszélni, jó? Mivel ez egy szabad egyetem, meg a téma elég ezoterikus egyébként, tehát ez nem egy exakt tudományos előadás, mert ez mindenki beszél, amit akar. Ezért a slideshow-t egy kicsit lazábra vettem, úgyhogy remélem, hogy ember közelévé tudom tenni ezt a érdekes témát. Egyébként meglepő, hogy mennyien eljöttek és végülik ezt az előadást, ami önmagában egy pozitív dolog. Szóval, kezdeném mindjárt a kedvenc székely viccemben. Ami egyébként meglátják, mert elemás lesz. A székely vicc az úgy szól, hogy meglát a székely egy sündisznót. És mit mond? Azt mondja, hogy most valami, vagy megy valahova. Amikor az Európai Unióról beszélünk, meg úgy elemezzük, akkor nekem is sokszor az érzésem, hogy ez most nem tudom, hogy ez mi. Azt érzem, meg tanítom is, hogy megy valahova, de hogy pontosan hova, azt nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy honnan jött. Tehát mielőtt teljesen elkeserednénk itt az előadás elején, és lemondanák arról, hogy arról beszélgessünk, hogy hova megy ez a család, érdemes megnézni azt, hogy honnan jövünk. De érdemes azt egy picit fölidézni, hogy ez az európai integráció, ez a modern európai integráció, ez milyen körülmények között született, és miért. Nagyon keveset beszélünk erről egyébként, és túl sok az a kommunikációs zaj, ami ezt a projektet körülveszi, ezért nyúlok mindig óvatatlanul vissza egy kicsit a történelemhez. Amikor az alapító atyák, alapvetően francia, illetve német politikusok elhatározták, hogy itt össze kéne fogni, akkor ők egy ilyen világban éltek. Yes. Nem kell mondani, illetve kell mondani, azt hiszem, ezt tényleg kell mondani, és mondom is a diákoknak is, hogy ezt tudni illik, hogy ez a világ legbrutálisabb és legvéresebb kontinensen. Itt, amit most mi átélünk 60-70 éve háború nélkül, leszámítva néhány balkáni félperifériás összecsapást, ez nem egy jellemző, az Európára jellemző korszak. Vagyis amikor elkezdünk beszélgetni arról, hogy merre megy az európai integráció, bár merre tart, mert ez egy filológiai még különböző kérdés, mert ez még értéktartalmú is, tehát feltételezzük, hogy tart valami pozitív cél felé, akkor mindig érdemes megnézni, hogy honnan jöttünk. Az egész modern integrációnak az incepciója, az alapgondolata, ez a szén és acél országának a megteremtése volt. Gyakorlatilag a sorozatos háborúk után, európai háborúk után, és nem csak a két világháborúra gondolok, lehet gondolni a 7 éves háborúra, vagy akár a 30 éves háborúra, ahol képesek voltunk kiirtani az európai népesség 40%-át. Eljött egy olyan pillanat, amikor valamit tényleg az utolsó pillanatban tenni kellett annak érdekében, hogy ezek ne ismétlődjenek meg. És gyakorlatilag az első furcsa lépés az európai integráció történetében az a szén és acél közös kezelése lett, aminek gyakorlatilag egy célja volt, hogy a németek többet ne gyártsanak tankot. Nagyon röviden áttekintettük azt, hogy ennek az egész projektnek a célja nem egy közös agrárpolitika létrehozása volt, vagy nem egy közös pénz megteremtése, vagy abszolút nem beszéltünk mi még európai szintű környezetvédelmi politikáról. Az volt a minimum projekt, hogy itt többet ne legyen háború. Itt legyen béke és prosperitás. Ezt szerintem mindenkinek érdemes tudni még 2014-ben is, hogy ez a minimum program megvalósul. Na most, ami még érdekes, hogy ezt az alapító atyák abszolút nem így képzelték el. Az eredeti terv, az A-terv, az egy nagyon ambiciózus elképzelés volt.
51-ben létrejött a szén- és acélközösség, tehát a németek nem tudtak Stikában talkot gyártani. 53-ban már ott volt az asztalon a következő nagy terv, hogy létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat. Vagy ha kevésbé bombasztikusan fogalmazunk, akkor az Európai Politikai Uniót és az Európai Védelmi Uniót. Egy közös európai hadsereggel. El tudják ezt képzelni 2014-ben, hogy ez eljut komoly politikai szintekig? Nem, ugye? Mégis olyan volt annak a kornak a zeitgeistja, hogy 53-ra jutottak erre a szintre, hogy itt létre kell hozni egy politikai integráció. Aztán természetesen, mint ahogy ezt tudjuk, ez lekerült a napirendről, és ki kellett találni valami mást, ami ezt pótolja. És amit mi európai integrációnak tudunk, élünk meg, tanulunk, látunk a híradóban, az gyakorlatilag semmi más, mint egy történelmi B-terv. Nem jött létre az Európai Egyesült Államok, tehát ugye a francia nemzetgyűlés leszavazta, de ki kellett valamit találni azért, hogy mégiscsak egy asztalhoz ültessék Németországot és Franciaországot és többi országot, hogy mégis működjön a kooperáció, még a lehetősége sem maradjon fönt annak, hogy itt újra ellenségeskedés üti fel a fejét. Vagyis jött a borzasztóan unalmas, aszexuális gazdasági integráció. Erről nem akarok sokat beszélni. Én igazából gyakorlatilag, ugye eurozóna tagok nem vagyunk, de egy csomó dolgot, ami ezzel járt, napi szinten tapasztalunk és érzünk. Na most a kérdés akkor itt már megkerülhetetlen, hogy hova megy az európai integráció. Ehhez a kérdéshez nagyon jó lenne tudni, hogy mi az, hogy európai integráció? Mi az Európai Unió lényege? Miért van ez és mire jó? Láttuk azt, hogy 60 évvel ezelőtt elég jó volt az, hogy nincs többi háború. Kérdezem azt 2014-ben, kérdezem a diákjaimat, hasra estek ti ettől? Abszolút nem. Érdekli őket, hogy többet nincs háború? Érdekli őket, hogy nem szorul a gyomorgörcsbe a határnál? Abszolút nem, ez teljesen természetes. Jön a kérdés, akkor mit tudunk és mit akarunk kezdeni ezzel a valamivel? Előtt érdemesen definiálni, hogy mi is az, aminek bármilyen sorsot szánunk, vagy szán a geopolitika. Amikor egy olyan elúzív dologról beszélünk, mint az Európai Unió, akkor nagyon sokszor metaforákat használunk. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mit akarunk mondani, akkor elkezdünk lírai képekben beszélni. Nem véletlenül, az Európai Unióról rengeteg metafora forog közszájon, közkézen. Ez a kedvenc metafora. Látják, ugye ez nem a bizonyos Európa és a bika képében az EUSZ toposz. Ezzel a teremtménnyel valami baj van. Ez egy hermafrodita. Ugye nagyon sokan az Európai Uniót egy hermafroditához hasonlítják, mert nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány. Nem lehet tudni, hogy az integráció nemzetek laza szövetsége bizonyos projektek végrehajtására, vagy pedig egyfajta törekvés egy politikai integrációra, egy közös európai államokra. Valahol a kettő között lebeg, ezt érezzük, tudjuk, egyre inkább közeledik egy föderalizmushoz, de még messze nem az. Vagyis ez egy igen aktuális metafora, de van még egy, ami talán még inkább közismert, ez pedig az a metafora, hogy az Európai Unió egy bicikli, ugye biztos hallották ezt sokan. Azért mondják ezt politikusok, meg közírók, meg tanárok, nem tudom, ki ezzel foglalkozik, hogy az Európai Unió egy bicikli, mert a bicikli, ha nem hajtják, akkor fölborul. Ha ezt lefordítjuk az Európai Unió valóságára, az azt jelenti, hogy ha az országok nem kooperálnak, ha nem hoznak létre új intézményeket, ha nem készülnek új jogszabályok, ha nincsenek új közös politikai víziók, akkor az egész megfagy, megáll, és akkor ez történik velünk. Nagyon komoly félelem egyébként a politikai elitben, Európában, Nyugat-Európában ez a bicikli fóbia, hogy mindig valamit tenni kell, mert különben baj lesz. Most nagyon sokszor nem történik semmi, de végülis azért nem borul fel ez a bicikli, mert jön egy válság, és a válság hatására, gyakorlatilag a külső kényszerek hatására borzasztó gyorsan elkezdnek pedálozni. Na most, ugye még mindig nem tudják, mi az Európai Unió, még én se, de próbáljuk ezt lefesteni valami lírai hasonlat koordinátorrendszerben. Az is érdekes kérdés, hogy
Ki tekeri a biciklin? Ki ennek a projektnek az ura? Sokan azt gondolhatjuk, és ez főleg Magyarországon van néhány éve így, hogy aki itt gyakorlatilag viszi a sót, kvázi dominálja a tagországokat, az ostort a kezében tartja, az nem más, mint az Európai Bizottság. Ugye látják ezt a képet, itt Jean-Claude Junckert látják, a bizottság elnökét, aki éppen folytogatja a spanyol pénzügyminisztert, mert nem tartotta be a túlzott költségvetési hiányeljárásban előírt 3%-kal. Na most, talán meglepő, ez a kép teljesen félrevezető. Az Európai Bizottság régen volt olyan gyenge valójában, mint amilyen gyenge most. Dacára annak a percepciónak, amit kapunk Magyarországon, az Európai Bizottság intervencionalizmusáról, meg erejéről, meg nem tudom miről, a valóság az, hogy ha összevetjük a Barroso bizottság 10 évét a 80-as évek időszakában, amikor Jacques Delors volt a bizottság elnöke, egy borzasztóan gyenge, a nagy tagországokat követő, gyakorlatilag sokszor megalázott, félretett bizottságot látunk, ahhoz képest, ami 80-as években volt. A 80-as években azért történtek olyan dolgok, amik most már alapvetően determinálják azt, hogy mi milyen Európai Unióban élünk. Akkor találták ki azt, hogy az egyhangú döntést föl kell cserélni a többségi döntéssel, óriási nagy reform, ez bármennyire technikailag is tűnik. Akkor találták ki a 7 éves költségvetést, akkor jött létre az európai belső piac, a világ legnagyobb kapitalista piaca, stb. Stb. Ezzel szemben ennek a szegény Barroso bizottságnak mi jutott? Alapvetően kettő nagy kudarc. Az első kudarc az alkotmány leszavazása volt. Erről tudnék beszélni napokat, hogy ez miért, hogy történt. Ha van kérdés, akkor ezt majd megválaszolom. De a lényeg az, hogy amikor Franciaországban és Hollandiában leszavazták az alkotmányt, akkor jött egy totális bénultság, egy két éves ilyen fagyott állapot, amit eufemisztikusan Brüsszelben úgy hívtunk, hogy a gondolkodás, vagy az újragondolás időszaka. Valójában lefagyott az egész Európai Unió. Tehát menedzselte önmagát napi szinten, az ügyeket itte, de intézményi és politikai bénultság állapota lett úrra rajta. És akkor még nagy nehezen sikerült kiváltani az alkotmányszerződést, ugye az írek többszöri megszavaztatásával, a lisszaboni szerződéssel, hogy jött a nagy fölülés, hogy úristen, végre túl vagyunk az alkotmányos válságon, akkor jött a még ennél is sokkal nagyobb baj, a gazdasági válság. Tehát gyakorlatilag ez egy igen kemény veszőfutás volt ugye a pán-európai intézményeknek. A bizottság hatalma, funkciója igen-igen korlátozva lett. A válság hatására, különösen a válság hatására, kialakult egy új döntéshozatali, vagy mondjuk erőátviteli módszer, az úgynevezett uniós módszer. Dacára annak, amit mi a nevéből gondolunk, hogy ez egy uniós, egy pán-európai jellegű döntéshozatal volt, nem. Ez az uniós módszer azt jelentette, hogy a tagországok egymás között gyakorlatilag a bizottság és a parlament megkerülésével hozták meg azokat a reformokat, amik szükségesek voltak az euróválság elkerüléséhez. Vagyis a biciklit elkezdték a tagországok tekerni a bizottság helyett. Igen intenzíven. Nyilvánvaló, hogy óriási különbség van a között, hogy egy ország hogyan tudja érvényesíteni a nemzeti érdekeit az Európai Unióban. Ugye több faktor jön egy számításba. Az egyik a méret, a másik az, hogy régi vagy új tagország. Fontos, nagyon fontos szempont, hogy az adott tagország az nettó befizető, vagy nettó kedvezményezett, tehát kap-e a közösből, vagy ad-e bele. És nyilvánvaló az a politikai attitűd és a felkészültség szintén olyan faktorok, amik meghatározzák azt, hogy valójában ki hajtja előre, kit követnek a többiek. Nyilvánvaló és egyértelmű, hogy ez a német politika egyik legnagyobb európai integrációs korszaka volt. Nem igazán a németek akarták ezt így, sőt. De a helyzet, amit mindjárt egy kicsit elemezni fogok, úgy adódott, hogy
egyszerűen se Európának, se Németországnak nem volt más választása, mint az, hogy a kezébe vegye a kormányt, és elkerülje azt, amit egyébként Merkel nagyon helyesen többször deklarált, az euróválságot, ugye mondanám, hogy az euró kaotikus módon megszűnik, akkor az egész európai integráció is fölborul. Nyilvánvaló, hogy sok okból ezt a vezető szerepet Németország tudta végrehajtani. Előtte volt egy ilyen részben működő, részben hallgatólagosan politikai látványkonyhának minősíthetően működő szövetség Németország és Franciaország között, ez a német-francia tandem. Vagyis Németország és Franciaország közösen irányította az Európai Uniót, ha arról volt szó, hogy bővüljön az Európai Unió, vagy vezessük-e be, vagy engedjük-e, hogy bevezessék az eurót, nem tudom, akármelyik harmadik ország, vagy akármelyik EU-tagországban, akármilyen nagy politikai vízióról kellett dönteni, ez a két ország közösen terjesztette elő ezt a politikai víziót. Ezt hívták a német-francia tandemnek. Most nyilvánvaló, hogy ez sosem volt két egyenlő ország kooperációja. Alapvetően egy több évtizedig működő munkamegosztás volt ez. A franciák adták az intézményes és politikai vezérlést az uniónak, a németek pedig mögé álltak a hatalmas gazdaságokkal. Na most ez a tandem, hogy mondjam, egyre inkább kilógott a lóláb, hogy gyakorlatilag, ahogy a képen is látszódik, valójában az a kisebb igazi nem egy irányba akarnak menni, de a másik az óriási különbség, ami a gazdaság és a politikai erejében megmutatkozott ennek a két országnak. Vagyis egyre inkább azt lehet mondani, hogy Németország magára maradt az európai politika, az Európai Unió irányításában. Van egy ilyen híres Magritte kép, hogy ez nem egy pipa. Ez a felület azt jelenti, hogy ez nem egy elnök. Ugye Franciaország bújáról, bajáról sokat lehetne beszélni. Megpróbálom dióhéjban összefoglalni. Franciaország egyszerűen nincsen olyan állapotban, se gazdaságilag, se politikailag, se szociológiailag, hogy ő most erőt, víziót, gazdasági potenciált tudjon beleadni egy Európa politikába. Egyszerűbben fogalmazva, örül, hogyha a felszínen tudja tartani magát. Régen volt ilyen válságos állapotban Európa, az Eurózóna második legnagyobb gazdasága. Régen volt ilyen alacsony a politikai vezetés népszerűsége Franciaország. Totális kiábrándulás van, olyannyira, hogy vélhetően egy nyíltan Európa ellenes párt képviselő fogja megnyerni, vagy nagy esélye van, hogy jó szerepelje az elnökválasztás. A franciák kiábrándultak egyszerűen a politikával, kiábrándultak abból, hogy úgy érzik ők maguk is, meg a politikai elit is, hogy nem megreformálható. Márpedig reformok nélkül, és a reformok nyilván eufemisztikus kifejezései a megszorításoknak, amiken Németország átesett 15 éve, azok nélkül nem fog menni. Óriási a különbség a német és a francia társadalom között. A német társadalom maga fegyelmezettségével végigcsinálta a reformokat. Úgy tűnik, hogy se a jobb oldal, se a bal oldal Franciaországban nem képes arra, hogy ezt megtegye. Szóval Franciaország szumma szummárom kiesett a tandemből. Nézzünk körül még. Nem véletlenül a képválasztás. David Cameron búcsút int. Akármi lesz a népszavazás eredménye, ha lesz népszavazás, sokan úgy gondoljuk, hogy a brit társadalom EU ellenessége elért egy olyan szintet, hogy olyan mértékben fogjává teszi a brit politikai elitet, hogy nem tudnak más csinálni, csak távolodni az Európai Uniótól. Hogy ez végül is teljes kilépésben fog-e kulminálódni, vagy valami degradált tagsági színben, azt majd a jövő dönti el. Nagyon úgy néz ki, hogy az európai integráció nem tolerálja azt a
à la carte Európát, amit a britek szeretnének. Egy picit később erről meg fogok beszélni. A brit Európa politika nagyon sokáig alapvetően gazdasági érdek vezérelt volt, ma is az egyébként. Tehát nekik heródjuk van a francia intézményfejlesztési attitűdtől. Ők ezt az egész projektet egy nagy, eredményes és globálisan versenyképes kereskedelmi intézménynek szeretnék tudni, de ettől már nagyon-nagyon messze vagyunk. A brit Európa politika lényege egészen az euróválságig az volt, hogy mi, mint Nagy-Britannia, tötyögünk a belső sávban ússzal, és mindenki tötyögjön maga mögöttünk. Amikor kiderült, hogy az eurót nem lehet megmenteni radikális gazdasági reformok nélkül, a brit politika kihúzott a szélre. És azt mondta, ha kell, már pedig tudjuk, hogy kell, akkor menjetek gyorsabban előre. Akkor csináljatok egy gazdasági uniót, németek és franciák együtt. Mi ezt már nem gátoljuk, hülyék lennék, a gátolnánk, ugyanis ha az euró tönkre megy, az a brit gazdaságot is tökéletesen hazavágja. Vagyis David Cameron és Nagy-Britannia így vagy úgy, de távolodik. Erről egyébként, komolyan mondom, bármilyen konferenciára megyek, akármiről van szó, végén arról kezdünk beszélni, akkor mi lesz most Németországra. Tehát az egész, emlékeznek, az egész projekt arról szól, azért jött létre, hogy a németeket valahogy kordában lehessen tartani. 60 év után megint előjön a német kérdés. Egyébként a németek akarata ellenére. Tehát a németek borzasztóan kényelmetlen és kínos szerep. Hogy ők úgy is hívják egyébként őket, hogy a vonakodó hegemon. Tehát Németország egyszerűen már túl nagy, túl erős, és minden szem rászegeződik ahhoz, hogy ő kivonja magát. Nem csak a gazdasági válságkezelésből, hanem a geopolitikai kérdésekből is. Az, hogy a Merkel-féle politikai generáció képes lesz-e ezt menedzselni egy olyan történelmileg és pszichésen terhelt társadalomban, mint a német, abban nem vagyok biztos, de mindenképpen elindultak, akaratok ellenére kényszer hatására elindultak abba az irányba, hogy azokat a reformokat, amik a válság miatt, ez a terminátor itt a válság, meg kellett hozni, azokat ők kezdeményezték, instrumentálták, sokan úgy mondják, hogy diktálták. Tehát az európai gazdaságpolitika, ami egyébként a legfőbb húzó ereje a föderalizációnak, ami történik, attól még, hogy nem beszélünk erről sokat, attól ez még folyik, pont a válságkezelés. Visszatérve még egy percre a britekhez, illetve egy picit arról elmélkedve, hogy milyen irányokba lehetne elindulni az európai integrációnak. Most, hogy nagyjából átvettük azt, hogy az egyes tagországnak mi az álláspontja, a helyzete, vagy a kényszerpályája. Ugye a britek alapvetően egy ilyen à la carte Európát szeretnének. Ez azt jelenti, hogy ott a menü, és akkor kinézik, na mi ezt az A2-est szeretjük, a B4-est nem esszük, a C6-ost kihagyjuk, vagyis ők szelektíve akarják alkalmazni a közösségi jogszabályokat. Ez folyik most a brit közigazgatásban, hogy ők megnézik ezt az iszonyatos mennyiségű 170 ezer oldalnyi közösségi joganyagot, és kimazsolázzák belőle azokat a jogszabályokat, amiket ők nem akarnak betartani. Ez ugye az à la carte Európa. Ez nagyon jól hangzik a britek részéről, viszont borzasztóan veszélyesnek tűnik a többi tagország részéről, Berlin, Párizs vagy Brüsszel szemszögéből. Ugyanis ez a példa azt eredményezheti, hogy mindenki elkezd itt a menüről válogatni, ahelyett, hogy az egységes, nem tudom, előre fizetett menzán fogyasztana. Egy ilyen 28x28-as, nem tudom, 28-as sokszoros mátrix jöhetne létre, és nagyon nehéz lenne követni azt, hogy akkor végül is ki miért felelős, és kit hogyan lehet kontrollálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy bármi is lesz az eredménye ennek a brit helyzetfölmérésnek, aminek ugye az a lényege, hogy akkor megnézik, hogy nekik mi lenne a jó, a válasz véletlenül negatív lesz Brüsszel részéről. 2.
nem tartom azt túl életszerűnek, hogy a teljesen EU ellenes társadalomnak, vagy David Cameron el tudja magyarázni, hogy ne aggódjatok, mi most az acquis communautaire-nek csak a 47%-át alkalmazunk, ezeket meg ezeket meg ezeket nem. Valószínűleg a társadalom vita, főleg a UKIP megerősödésével egészen más tónusú lesz. Tehát valójában ez egy vaktöltény. Ez is azt támasztja alá, hogy az a rendkívül látványos geopolitikai visszaszorulás, amin átesik Nagy-Britannia, azt tovább fog folytatódni. Nem véletlen egyébként, hogy a gazdasági élet szereplői, a City és a nagy brit vállalatok fogják a fejüket, és verik a falba, hogy juthattunk idáig, hogy komolyan azt mérlegeli az angol kormány, hogy kilép az Európai Unióból. Tehát ők is borzasztóan mélyen bele vannak integrálva az európai gazdaságba. Külkereskedelmük 70%-a az eurozónában történik. Nem is az Európai Unió, az eurozónában. És azok a régi szép idők, hogy biztos hallották ezt a special relations dolgot, az már egy ilyen brit legenda. Lehet, hogy még a brit elit egy része azt elhiszi, hogy az Egyesült Államokkal nekik ilyen speciális viszonyuk van. Obama már ezt nem nagyon tudja. Úgyhogy a józan geopolitikai és gazdasági megfontolás bizony ellentmond a társadalmi hangulatnak. Na ez még egy metafora, ez egy ilyen nyúlteknős. Lehet-e ennyi országot, ennyiféle különböző izomzattal, meg ambícióval, meg eurovízióval egybe tartani? Tehát van-e ilyen, hogy akkor a németek rohannának előre, és akkor a hátul meg vannak a leszakadók, akik ezt próbálják blokkolni. Nagyon sokáig ez működött. Tehát itt nyilván az állatvilágban nem szokás a csorda leglassabb tagjához igazodni. Az Európai Unió valójában alapvetően mindig ezt csinálta. Most van az a kulminációs szint, pont az euróválság kapcsán, hogy ezt már nem lehet megcsinálni. Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy ez a teknős nyúl, ez nem egy életképes darwini életforma. Úgyhogy nagyon nagy valószínűséggel az európai kétsebesség, vagy többsebesség még inkább intézményesedni fog. Ahogy mondtam, bármilyen radikálisan is szakítanak a britek az élcsapattal, vagy mondjuk ezzel a Brüsszel-Párizs-Berlin tengellyel, egészen biztos, hogy nem csak a britek lesznek azok, akik jobban fogják érezni magukat, vagy úgy vélik, hogy jobban érzik magukat a második körben. Miért azt hinnék, hogy ez merő politika meg ezotéria, egy picit konkretizálnám, hogy mit jelenthet az, hogy első kör meg második kör. Jó? Tehát az első kör, vagy sokan úgy nevezik, hogy az élcsapat, vagy mag Európa, az bizony el fog menni tehát azok az országok, akik erre hajlandóak, el fog menni sokkal erősebb gazdasági koordináció irányába. Nagyon érdekes volt hallgatni a brit politikai polémiát a skót népszavazás ideje. A skótok pont azt akarták, amit mindenki akart Európában 20 évvel ezelőtt, mikor az eurót létrehozták. Egy jó pénzt, de nekem senki ne pofázzon bele a gazdaságpolitikámba. Mit mondtak erre a britek? A britek. Mármint London. Azt mondták, hogy nem. Hát azt a hülye is tudja, hogy egy stabil valuta uniót csak úgy lehet fönntartani, ha van mögötte politikai unió is. Tehát azt mondták egyébként a britek, amit politológusok és közgazdászok mondtak 20 évvel ezelőtt, hogy csak úgy hozzátok létre a közös pénzt, hogyha mögé alkottok egy erős gazdaságpolitikai koordinációt, ne a gyúristeni politikai integrációt is. Érdekes, hogy ugye az üléspont hogyan változtatja meg az álláspontot. De hát ilyen a politika. Szóval, mit jelenthet ez? Mit jelenthet az, hogy lehet egy élcsapat, amelyik szabályozásban, koordinációban, kohézióban előre szalad? Olyanokat jelenthet, hogy
olyan tabukat megdöntenek, mint az adóharmonizáció. Ha megkérdeznek 100 közgazdász Szingapúrtól, nem tudom én, Vlagyivosztokig, hogy na nézd meg, itt az európai példa, itt Európában 18 tagországnak van egy közös pénze, de annyira borzasztóan ragaszkodnak az adó szuverenitásukhoz, hogy egyhangú döntés kell ahhoz, hogy a adó jogszabály európai szinten megszülessen. És akkor, ha megkérdeznék ezeket a közgazdaságokat, hogy mit szóltok ehhez, akkor azt mondanak, ez teljes nonsens. És lehetne még folytatni ezeket a dolgokat. Nem akarok közgazdasági előadást tartani, de ilyenekre kell majd gondolni, mint ami már folyik is, bankunió, az európai szemeszter, ami gyakorlatilag az európai költségvetések, az európai nemzeti költségvetések erős felügyelete Brüsszelből. Egy európai pénzügyminiszter pozíciójának a kialakítása, közös eurókötvények kiadása. Ad abszurdum egy külön eurózóna költségvetés. Ugye az európai közös valuta övezet egyik baja az az, hogy nincsen egy közös költségvetés, ahonnan gyorsan és hatékonyan pénzeket lehet oda csatornázni, ahol baj van. Az Európai Unió teljes költségvetése egy nagyon-nagyon pici valami. Persze nekünk ez nagyon sok segítség, de azért ez nem több, mint a teljes európai GDP 1%-a. Azt mondja, ez nem elég. Stb. Ezek a dolgok részben zavarnak, részben föl fognak erősödni, és akkor előjönnek olyan kérdések az adóharmonizáción túl, hogy nyugdíjrendszer harmonizáció, társadalombiztosítás, stb. Na most erre biztos, hogy nagyon sokan nem lesznek képesek, vagy hajlandók, vagy egyik sem. Úgyhogy ebben a kormányzati ciklusban, mármint a brüsszeli kormányzati ciklusban ezek a kérdések napirendre fognak kerülni. Ad abszurdum még egy saját eurózóna parlamentet is létre lehetne hozni, erről sokan beszélnek. Tehát egyre inkább intézményesedhet ez a kétsebesség. Na most. Zárás előtt még egy pár gondolat arról, hogy Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, a 10 éve csatlakozott országok hogyan állnak, mit szeretnének, mik a kilátásaik. Hogy itt látják, hogy a magyar és a volt lengyel miniszterelnök lobogtatja az Európai Unió zászlaját. Ez az elnökség átadása, és annak a pillanatok, amikor magyarok átadtuk az elnökséget a lengyelekre. Azt kell látnunk, hogy messze, de messze nem egységes a 10 ex-kommunista ország Európa politikája. Óriási különbségek vannak. A lengyelek ugye szintén nem eurózóna tagok, de gyakorlatilag a lengyelek még a válság idején is azt mondták, hogy ők akkor is bevezetik az eurót, hogy az euró el fog tűnni. Ugyanis nekik ez nem gazdasági kérdés. És ha lenne több időnk, akkor erről is beszélnék, hogy valójában itt nagyon jól látják, hogy az euró, maga közös pénz, ez nem egy gazdasági kérdés, ez egy geopolitikai kérdés. A lettek, ugye amikor nemrég beléptek, ugyanezt mondták, persze nagyon-nagyon jó az, hogy mi a közös pénzt használjuk, de ez nem pénzügyi kérdés, ez geopolitika. Ha az oroszok átlépik a határt, ha valamiféle instabilizáció kialakul a régióban, ki is alakult, szerintem, kérdezik, kit fognak megvédeni a németek? Nyilván azt az országot, amelyik a pénzüket használja. Nem azért mentették meg a görögöket, mert olyan borzasztóan fontosak voltak, hanem azért, mert egy valutavezetben teljesen mindegy, hogy hol alakul ki a valutaválság, a fertőzés miatt az egész valutát romba döntheti. Szóval ilyen megfontolások vannak az egyik oldalon, és a másik oldalon olyan megfontolások vannak, hogy nem, tehát Magyarországon még mindig nem tudjuk azt, hogy mikor csatlakozom az euróhoz például. Markánsan különbözik a lengyel és a magyar Európa politika szimbolikájában, gyakorlati kérdésekben egyaránt. És a lengyelekről még talán egy záró gondolat. Ők már nagyon látványosan távolodnak el ettől a visegrádi négyes összeborulástól. Tudják, ugye van ez a Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Csehország négyes. A lengyelek elkezdtek egy másik ligában focizni.
ők a lengyelek fölmérve azt a vákumot, amiről beszéltem az előbb, hogy Németországnak barátra van szüksége, de nincs, hogy Németország egymaga nem tudja, de főleg nem akarja az európai jövőt meghatározni, mert nem akarja, hogy megint ráfogják, hogy ő egy doktrínaország. Tehát neki mindenképpen a kiesett franciák és a támadó britek helyett szövetségesekre van szükség. Olyan szövetségesekre, nem csak Európa párti, hanem a súlya, a gazdaság erje, a lakosság száma, meg a politikai aktivitása révén azért látszik a radarernyő. És ebbe a szerepbe jelentkeznek be a lengyelek. Ez egy nagyon-nagyon fontos és érdekes folyamat, érdemes ezt majd soron, vagy figyelemmel követni a jövőben. Na, és akkor a végére hagytam még egy székely viccet. Szóval a székely bácsi rohan a vonat után, de lekési. Pont elmegy a vonat, azt mondja, eredj csak, nem érdekes, itt van nálam a jegy. De azért ajánlok egy ilyen alternatív endinget is. Ül a székely a szekéren, egyszerűen megáll a ló, és így gyí, nem, semmi nem történik, megint gyí, megállnak a lovak, nem mennek egy tapottat se. Leszáll, meglátja, hogy iszonyatos nagy szakadék előtt áll a kocsi, 2 centire állnak a lovak, azt mondja, újra tervezés, hó. Köszönöm a figyelmet, és ha vannak kérdések, akkor állok elébe.